Ugye van a lakos vagy vállalkozó. A Zemplén ZHK Kft. Szolgáltatási területén működő vállalkozások hulladékszállítási díjjal kapcsolatos problémája másfél esztendőre tehető, amikor ezt a tevékenységet szabályozó törvénybe került az ingatlan használó fogalma, és a gazdasági szereplők kötelesek ezt a szolgáltatást igénybe venni és ezért fizetni. Ebben az esetben nem számít az sem, ha a cég nem termel szemetet. Mivel az önkormányzatok nem módosították helyi rendeleteiket, a Zemplén ZHK Kft. Eleget tévedt törvényi kötelezettségének, levélben kereste meg az érintett cégeket, és 2015 utolsó negyedévére kiszámlázták a díjakat. Ahhoz, hogy ez jól meg legyen oldva ez a probléma, ehhez egy értelmes, okos rendeletet kell alkotni. Ezt nem én alkotom értelemszerűen, hanem az önkormányzatok. Itt most az önkormányzati társulás tanácsülése és az ZHK tulajdonosi bizottság ülése volt egyben. Annak érdekében, hogy egyébként egy hosszabb előkészítő munka végére tudjunk pontot tenni, és sikerüljön egy olyan rendeletet alkotni, amelyet remélhetőleg a 81 önkormányzat, ugye ennyi az EHK szolgáltatási területe, a 81 önkormányzat egységesen bevezet, és egységesen alkalmazni fog. Ugye rendkívül fontos az egységes közszolgáltatási rendelet, mert hogy a közszolgáltatási szerződés is egy, tehát mi ugye a társulással kötöttünk szerződést, a 81 önkormányzatot képviseli a társulás ebben a szerződésben. Tehát ez nagyon fontos, hogy a ránk vonatkozó rendeleti szabályzás is egységes legyen, mert az mégiscsak nagyon furcsán venné ki magát, hogy az egyik önkormányzat területén élő vállalkozónak vagy természetes személy lakosnak valamiért kell fizetni, még a másik önkormányzat területén élőnek meg nem kell fizetni, vagy ugyanazért kevesebbet kell fizetni. Hát ez ugye, akinek többet kell, annak biztos nem esne jól. És ez azt jelenthetné, hogy az egyik önkormányzat tulajdonképpen a másik önkormányzat büdzséjére vagy rovására, hát úgymond kedvezményezi esetleg a lakosait. No, ezt szerettük volna elkerülni mindenképpen, hogy egy egységes rendelet bevezetésével. Azoknak kell majd a tavaly negyedik negyedéves számlákat befizetni, akik egyébként az új rendelet szerint, majd arról egy pár szót azért akkor mindjárt mondanék, ugye nem lesznek mentesek a szolgáltatás alól. Egyébként sokan vannak ilyenek, hát 2005 számlát küldtünk ki, és gyakorlatilag 527 reklamáció vagy ügyfélpanasz van, tehát azért a vállalkozók jelentős része elfogadta ezt a szolgáltatást, tehát ő is úgy ítéli meg, hogy ez valós és létező dolog. A vállalkozók egy része nem. No, azt vizsgáltuk meg, hogy akik nem, azok miért nem, és valóban méltánytalanság éri ezeket a vállalkozókat. A panaszokból olyan ügyfélcsoportokat képeztünk, ami alapján úgy körülbelül leképezhető, hogy mik a lényegi problémák. A hosszú egyeztetéseken a résztvevők próbáltak megoldást találni arra a problémára, hogy azoknak a cégeknek, akiknek nem okszerű a törvény szerint igénybe venniük a szolgáltatást, például szellemi tevékenységet végzük, azok mentesüljenek e kötelezettség alól. Akik mentességet fognak kapni ebben az évben, azoknak értelemszerűen a tavaly negyedik negyedéves számláját majd nem kell kifizetni, nem fogjuk ezt behajtani. Aki nem kap mentességet, tehát annak értelemszerűen a tavalyi negyedik negyedéves számlát is ki kell majd fizetnie. Tavaly novemberben a Zemplén ZHK Kft. Tulajdonosi Tanácsa és a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöksége megvizsgálta, hogyan lehet egységes rendelettervezetben szabályozni a fizetendő díjakat, ami a szolgáltatónak, a helyi önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak is megoldást jelenthet. Készültek különböző műhelyekben, ha szabad így fogalmazni, rendelet tervezetek, amelyek most értek meg olyan állapotban, hogy a mai reggel 9 órától a mostan ideig ez a közös génium átbeszélte, konszenzusra jutott, azokat a fajta megoldásokat fogja ajánlani a pénteken tartandó, mondjuk így egyszerű szóval, hogy közgyűléseknek, hogyha a közgyűlés tagjai, akik a települések polgármesteréből állnak, hogy így mondjam, el tudják fogadni, akkor a helyi képviselő testületük elé tudják elfogadás és rendeletalkotás céljából terjeszteni. De azokat az irányelveket, amely, hogy ugye ezek az anomáliákat hogyan lehet feloldani, hogyha nem keletkezik személy, és már az az ingatlanban lévő magánszemély megfizette, ezeket fel tudtuk oldani, tehát van megoldás, azt kell mondjam.
A tervek szerint a vállalkozásokra vonatkozó egységes szemétszállítási díjról szóló rendeletet idén április 1-től alkalmazzák. Ennek a feltétele, hogy az ABBA Új-Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás közgyűlése, majd a helyi önkormányzatok testületei elfogadják a javaslatot, amely ellen a szakhatóságok sem emelnek kifogást.